tetszettek az elhangzottak? Hallgass meg az egész adást és korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a videó leírásában. Első helyen mindenképpen Stefan Péter Hanzel elképesztő eredményét kell említenünk aki összességében ugye motort és autót összeadva a 14. takar győzelmét szerezte azzal, hogy az autósok között ismételten nem talált legyőzőre. Üh, hát no, ezt erre majd térjünk is vissza külön, mert ezt egy-két mondatban nem, nem lehet elintézni. Amel, emellett ugye voltak újdonságok idén, új kategóriák jelentek meg a Dakaron, Üh, ugye egyrészt a klasszikus autóknak kiírt külön verseny, tehát a 2000 előtti 20 évnél idősebb gépeknek kiírt különverseny. Másrészt az egyébként is legfiatalabb kategóriát, az UTV-t, tehát ezeket a kisméletű négykerekű járműveknek kírott kategóriát ketté bontották, és a legújabban a könnyű súlyó prototípusok között roppant érdekes dolgok történtek, és hogy mondjam, statisztikai szempontból egyrészt női szakaszgyőztest köszönthettünk több szakasz végén is, Másrészt a Dakar történetének legfiatalabb, valaha volt legfiatalabb versenyzője, itt indult setquintéro személyében, és szintén szakaszt is nyert, sőt az összetett dobogóra is fölfért ebben a kategóriában egy hölgy versenyző, aminek én személy szerint ö, roppant módon örültem, ö, és hát ö, már csak azért is, mert nyilván erről is fogunk beszélni, adott egy különös pikantériát a dolognak az, hogy épp Szaudalábiában történt mindez. Amúgy, ő, akkor ragadjunk le rögtön ennél a témánál, a hölgyeknél és a terepralinál. Ugye van egy, egy, egy győztesünk, nem tudom, hogy van-e más szakág, ahol, ahol férfiakat meg tudott verni, hölgyversenyző, egy az egyben, azonos körülmények között futott versenyen. Itt megtörtént ez. De, hogyha még mielőtt elmesélítek ezt, a tegnapi Juros volt összefoglalóban szúrt nekem szemet, hogy különös figyelmet fordított a szaudi kormány arra, hogy indítsanak saját női alakulatot a versenyen. Ugye ennek az oka feltétlenül az, hogy rettentő sok kritika érte, éri őket. Lehet, hogy nem is jogtalanul a nők hátrányos helyzete miatt, és most ezt szerették volna valamiféleképpen ellensúlyozni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Egyébként a, Forma 1 kapcsolatban is hasonló dolgok merülnek fel, ugye a rendezés, az idei rendezés kapcsán többek felvetették ugyanezt a problémát. Kezdjük a hölgyeknél, a, a, azzal a témával, amit felhoztál, tehát olyan szinten segítette akar a a a női egységek, úgymond, hogy Dakar és Szaudarábia a női egységeknek az indulását, hogy tulajdonképpen mindenféle létező kedvezményt, amit csak lehetett megkaptak, még nevezési díjat sem kellett fizetni, hogyha ha teljes egészségben ö, női összeállítású ö, egység állt rajthoz a versenyen. Az, hogy ennek mi, mi állat ennek a törekvésnek a hátterében, az teljesen egyértelmű. Szaudarábiával kapcsolatban, ugyanis hát tudjuk nagyon jó, hogy a nők helyzete az, hogy alakult ott a a, a múltban. E, azt is tudjuk, hogy nagyon sokáig nem rendezhettek élvonalbeli autosport eseményt azért, mert a nők nem szerezhettek például jogosítványt, ez ugye alapelv a, a világszervezetnél, hogy, hogy az egyenjogúság az az meglegyen. E, amikor ez megtörtént, ez a váltás, utána rögtön napokon belül bejelentették az első világkupa futamot, amit ott rendeznek, most már Dakar Rallyt is rendeznek, ugye ez volt a második, formulai futamot rendeznek Szaudarábiában, Idén érkezik a Form 1 is, hogy ha minden a terveik szerint alakul, úgyhogy ez teljesen egyértelmű. Ez az üzenet itt konkrétan a Dakar kapcsán azt mutatja, hogy Szaudarábiában elindult egyfajta szemléletváltás, vagy legalábbis ők ezt szeretnék sugalni a világ felé, hogy elindult náluk egyfajta szemléletváltás ezzel kapcsolatban. Az igyekezet az mindenképpen érződik, és azt kell mondjam, hogy az előrelépés is, is megkérdőjelezhetetlen. Nyilván van honnan tehát, na nem, ne is ragozzuk ezt, van honnan előre lépniük, de, de legalább megteszik, legalább megtették ezeket az első lépéseket. És én azt gondolom, hogy még ha csak egy ilyen, hogy mondjam, alsóbb kategóriában is, mint az idén először induló könnyű prototípusok kategóriája, de hát az, hogy egyrészt az ő nevét is, mondjuk, vagy nevüket is mondjuk el, egyrészt ugye Cristina Gutierrez Herrero, aki nem mellesleg az extrémiben is versenyezni fog, ő három szakaszt nyert, egy olasz hölgy, Camélia Liparotti pedig összetettben második lett, az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon jó üzenet. Én egy pillanatra még itt leragadnék ennél a bizonyos könnyű prototípus, illetve UTV kategóriánál. Ugye ezek itt a legfiatalabb kategóriájad akarnak. Ö azt láttam, hogy sok helyen, ahol összefoglalót írnak a versenyről, még megsemlítik ezeket a kategóriákat. Másrészt viszont pontosan emlékszem, hogy mondjuk tíz évvel a kvadokkal voltak ugyanígy, hogy az olyan az új kategória volt a kvad, úgy futottak, még kit érdekel, most pedig már abszolút teljes értékű kategóriaként kezelik azt. Nyilván sosem lesz annyira kiemelten fontos, mint az autó és a motor, de és a kamion, tegyük hozzá, de, de már nem maradt ki az összeállításokból. És ugye ez, ez az UTV, illetve könnyű prototípus kategória viszont nagyon nagy neveket vonzott, és igazából ide akartam kiukadni, és szerintem mindenek előtt ez, ez vezethet abba az irányba, hogy, hogy nagyobb figyelem fog rá esni. Ugye egyrészt itt Dakaros nagymenők mentek, a motorral többször dobogós López Contardo nyerte az UTV kategóriát, illetve ott volt Szergei Kári, aki, aki korábban kvaddal győzött. Az új kategóriában viszont olyan neveket, mint Tomás Enge, emlegettük már a Formula Podcastben, ugye különböző okokból fogalmazunk. Nem kevés, úgy, nem kevés szer, nem kevés szer. És nem kevés okból. Tomás Engel szerzett, talán kategória szakaszgyőzelem nem, de szakaszdobogót, igen. Krisz Méke, ugye a rali világbajnoki futamgyőztes indult itt, és hát Matthias Ekström, aki néhány évvel ezelőtt meggyőződésem, hogy a, hogy a világautósportjának leglegszűkebb elitjébe tartozott, és nyilván azóta sem a vezetni, szóval ő is itt versenyzett. egy nagyon-nagyon színes, színes kis történet volt ez, és egy erős debütálás ennek a kategóriának a részéről, de a figyelem nyilván a, a nagyokra összpontosul. Mondja, Sándorom. Egy picit reflektálnék, erre a felvetésre és erre az észrevételre, nagyon helyes észrevétel. Olyan szinten, hogy ugye néhány évvel ezelőtt valóban se híre, se hamba nem volt ezeknek a járműveknek ön. 2010 után pörgött fel ezeknek a kis és könnyű járműveknek a, az iparága. Olyan szinten, hogy amikor, amikor megjelentek a versenyeken, a, a szakma nem is nagyon tudta hova tenni ezeket. Tisztán emlékszem rá, amikor Petlen Tamás nagyon jól emlékszik rá, mert itt volt velem az első versenyen, amit én magam szerveztem. Amikor itt megjelent néhány ilyen, ilyen jármű a, a versenyen, akkor a szurkolók egész egyszerűen nem tudták, hogy hogy nevezzék, és ráakasztották azt a nevet, hogy Rácsos Kvad. az itt az hol volt? Nagy Káló. Nagy Káló. Az volt az első verseny, amit, amit én magam szerveztem. Ceglédi Péter barátommal, kiváló navigátorunkkal, a Kvali navigátorával is. A szurkolók nem tudták azt hogy, hogy minek nevezzelek. Felmerült ez a kérdés, és hát ugye a vidéki ember egyszerűen rámondta, hogy ez a rácsos kvad, és az olyan szinten megragadt, hogy, hogy ezt a mai napig szakmán belül, a magyar tereprali szakmán belül emlegetik, hogy rácsos kvad, sőt, sem annyira, Dakaros pilótánkra biztosan sokan emlékeznek, aki, aki többször indult a, a, a Dakarralin, többször teljesítette is. Ugye Benyó Miklós volt az egyik első úttörő itt Magyarországon, aki ilyesmi jellegű járművel indult, sem annyi, még csak azt sem mondta, hogy van, annyit mondott, hogy egy benyomiki. Az volt a járműnek a neve. A mai napig, amikor, tehát akkor, amikor ott a versenynak végén beszámolt a, az eseményekről, akkor mondta, hogy mentem az autóval, és ott volt előttem egy benyomiki, azt megelőztem, mentünk tovább, ott, ott volt még egy benyomiki, azt is megelőztük. De... Jó, jó. Így nevezte Sándor a, a, a ezeket, a, ezeket a kis és könnyű járműveket, és azóta óriási változás történt. Nagyon sokan mondják és vallják azt, hogy ez lehet a tereprali sportnak a jövője. Ugyanis ez a ez a kategória, ezek a járművek, ezek adják azt az élményt, amit egy ilyen, egy ilyen műfajnak adnia kell, ugyanakkor lényegesen megfizethetőbbek, mint, mint azok a brutális technikák, amiket autós kategória címszó alatt figyelünk és szemlélünk, és tényleg lélegzetelállító járművekről beszélünk, majd arról is szót fogunk ejteni, hogy, 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 az autós kategórián az miért számít Jánusz arcunak, két arcunak. De, de az irány a trend az az, hogy, hogy egyre többen fedezik fel maguknak ezeket a járműveket, egyre többen investálnak bele, egyre többen vágnak bele a kalandba, és ez valamilyen szinten elkezdte gyakorlatilag revitalizálni a terepralit, nem csak nemzetközi fronton, hanem, hanem itt Magyarországon is, aki elmegy ö, egy magyar tereprali futamra, tavaly sajnos ilyenre nem volt lehetőség, de aki 2021-ben elmegy majd egy tereprali futamra, komplet armadát láthat ilyen járművekből. Ugyanis itthon is nagyon sokan fölfedezték maguknak ezt, és átnyergeltek erre a műfajra. Mert beugrott így nagy hirtelen, hogy, hogy annyira fejlődik ez a mm, szakák, de nem csak a terepralin belül, ugye nem az eladásokat tekintve ez a két dolog persze kéz a kézbe jár, hogy, hogy én voltam egy ilyen jármű nemzetközi bemutatón 19 őszén, lehet, hogy meséltem. Az én meg úszolásomra te... az én unszolásomra. Kérdeztem, hogy te mit csinálj ezzel, hogy van egy ilyen meghívásod, én pedig unszoltalak, hogy mennyire is próbált ki a rácsos kvadot. És, és ugye ezeket ezeket elmenti... a... Bocs, csak ugye ketté bontották idénre a, a rácsos kvadoknak a maradjunk eddig. ugye gyakorlatilag a T3 és a T4 kategóriáról van szó, hogyha az ember szereti az ilyen kódszámokat. És a kettőben együtt ö, 61 egység indult, míg autóból 64. Tehát gyakorlatilag ö, a, Erről a kettőt összeadva, ö, ugye most külön értékelték őket, tavaly még ők együtt voltak, de hát mondjuk így, hogy a kettőt összeadva beérte az autókat. De ö, mi a különbség a kettő között, ezt még osszuk már meg a hallgatókkal? Alapvetően, alapvetően technikai jellegű különbségek vannak. Ö, Szégyen és én nem tudom. Hát én meg, én meg nem fogom tudni elmondani a részleteket. Hát, ahogyan ugye ide tartoznak a könnyű vagik, alapvetően a kisebb, gyakorlatilag kisebb könnyebb autókról beszélünk. Tehát nyilván jellegét tekintve, autó, mert ránézel, akkor vagy azt mondod, hogy kvad, vagy azt, hogy benyomik ki, vagy azt, hogy pici autó. <laughs> Tehát valami, valami ilyesmi. Ugye a két kategória között, már hogy a könnyű prototípus meg az UTV között a különbség az, hogy ugye az UTV az, az, az hogy mondjam, az... Hogy mondják, szépen széria. Igen, tehát azok széria járművek, a könnyű prototípus, meg hát mint a neve is mutatja a prototípus. Azok bizony könnyű prototípusok, azok, Am... a, azok a drágább azok a drágább technikák, ugye? Hogyne, hát nem vért, az... hogy a fölsról ismert arcok, mint Mike vagy Extrémők, vagy hát Tomás Engel. Na mindegy, De szóval ahogy, ő, ahogy ő én, voltant... én vezettem, beszéljünk már arról végre. Mit Drága ahogy barátom? Hogy én vezettem ezeket a, ezeket a valamiket. E csak bocsánat, írtózatos nagy élmény ilyen járművet vezetni. Mi erdőn, mezőn vezettük. Egyetlen egy probléma adódott a tesztel, amikor kipróbáltuk ezeket a miket, rácsos kvadokat, hogy, hogy nagyon nagy eső volt és nem gondoskodtak a szervezők, isten áldja a nevüket, semmilyen védőruháról, csak sisakról, meg szemüvegről. Így aztán mindenki megjelent a civil ruhájában reggel az eligazításon, egy kicsit úgy nézegettük az ülést, hogy te úristen eb ebbe a vízes ülésbe kell beülni de aztán egy tíz perc múlva kiderült, hogy ez a leges legkisebb probléma hogy vízes az ülés, amikor beülsz mert ott olyan iszonyatos sár volt, hogy hát gyakorlatilag, mint egy ember vagy egy sárember úgy szálltunk ki valamennyien a, a két-három órás program után a, a járművől és a szép eh, öltönyöd ment a, a szép öltönyöm, igen, igen nem, mert beakasztottam úgy, ahogy volt a, a a szállodának a a fődőkártyába is lezuhanyoztam. Még próbálkoztam azzal, hogy, hogy beadjam mosadába, de erre nem voltak vevők ott messze. Sozopol nevű település a tengerparti település mellett egy szállodába, úgyhogy így zárult ez a kaland. Bocsánat, hogy itt kitértem ennyit a. De az a... élményt adta neked ez hát a, a járvány. No, ez, ez, a, ez a titoknak a nyitja, ugye? Azt beszéljünk tehát alapvetően magáról ennek a versenyzésnek a jellegéről, ugye? Itt is vannak a profik és vannak az amatőrök, vagy fogalmazunk úgy, hogy vannak azok, akik más pénzéből versenyeznek, és vannak azok, akik saját budgetből versenyeznek. Na most. Nyilvánvalóan azok, akik más pénzéből versenyeznek, azok sokkal ö, többet hajlamosak költeni technikára, sokkal többet hajlamosak költeni magára a járműre, mint azok, akik, akik saját zsebből versenyeznek. Na most ez egy olyan alternatíva azok számára, akik saját zsebből versenyeznek, vagy minimális szponzorációval versenyeznek, hogy sokkal-sokkal megfizethetőbb mint hogyha ha meg kell venned, Isten tudja, egy Toyotát, Minit, az felesd el, olyat nem fogsz venni, Toyotát se nagyon amúgy, erről is fogunk majd szerintem később beszélni, de hogy egy profi, éles versenyautónak a megvásárlása legyen szó, akár bagiról, akár összkerekes járműről, az, az, a dolgok jelenlegi állása szerint, ahogy a gazdasági környezet jelenleg a világban van, az abszolút felejtős. Nem tudsz olyan technikára szert tenni, amivel komoly eredményt tudsz elérni, hogy ha te saját zsebből verségzel. Viszont ezekkel a kis járművekkel viszed a zsetont, leteszed, hogy szoktuk mondani, Gergő? A zseton a király. A zseton a király, leteszed a zsetont, megveszed a cuccot, ezeknek nagyon sok, nagyon sok van olyan a több gyártó is gyárt úgynevezett ilyen részredi járművet, amit tényleg kifizetsz, oda mész vele a gépátvételre, és azonnal indulhatsz. Nem nagyon kell. Kell persze, hogy ne kellene kell vele foglalkozni, biztonsági berendezések mi egymás, de, de az, már, az már elhanyagolható. És mehetsz, és megvan az élményed, megvan az a lehetőséged, hogy hasonló színvonalú technikákkal versenyzel, ergo, hogyha megvan a kellő tapasztalatod, megvan a kellő tehetséged és tudásod, adott esetben a kategóriában nagyon szép eredményt is érhetsz el. Próbáld meg ugyanezt egy bankival, vagy egy összkerekes autóval, oda mész, és 625-dik vagy. Tetszettek az elhangzottak? Hallgass meg az egész adást és korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a videó leírásában.